Rohangászos jó estét kívánok mindenkinek. Már mint kettőtöknek. Hello, hello, hello. Előjáróban szeretnék olyan dolgot kérni. Egyezzünk meg, hogy ma melyik platformon fogunk üzenetet olvasni. Tehát a Skype-ot, vagy valamit, dedikáljunk neki, mert sose veszitek észre, hogyha írok. Én a te szádat választom, Charlie. Oké, okay. én meg a tiédet. ez olyan romi. Na, Ó. Ö, hívjatok, meg... fő telefon, a módba vagyok. Oké, okay. meg kéne húznunk a, az adást ma, mert ma is, most végeztem, holnap dolgozom, és holnap még lesz egy ETR, tehát ma este össze kéne állítanom, az meg akkor, ha ilyen over okay, két órák... egy akkor... élmény volt, sziasztok. sziasztok! Viszont arra gondoltam, hogy mivel nem tudom, hogy van-e kedvetek, és ezt értsétek úgy, ahogy akarjátok, nem tudom, van-e kedvetek a két ünnep között podcastelni, várom, hogy mondjátok, hogy nincs, lehet. nincs. Nincs, nincs, én, én, én erre csak annyit mondok, arany dvarfban gazdag karácsonyt kívánunk. Fuck Minden this. Kedves. Fuck. Fuck. Minden uh -huh. kedves. Uh -huh. Uh -huh. négy per négy vagyok és mi köszönjük. Tud, ez Baszki, uh -huh. Uh -huh. mi köszönjük. Mi köszönjük. Mi köszönjük. Jesszusom. Lelőtted bon. a poént, bassza meg. Na szóval meg akartam ha, ad... nem beszéltünk, meg akartam adni az ívét a dolognak hogy csináljunk majd egy ilyen kis retrospektív napot. Nézzük meg, hogy mi történt velünk ebben az elmúlt egy évben, ha már idén úgysem tartunk több, több podcastet. És vessünk számot. És te természetesen akkor a timelineon a mostani pillanattól indulsz. Köszönjük szépen vidéki versenyzőnknek. De igen, hogyha valakinek nem mond semmit az, hogy aranydvarv, akkor inkább annyit mondjunk csak, hogy kulák osztag. A kulák, kulák osztag. Tehát valamelyik nap rám üzent a gyártó, fogalmazzunk így, hogy otthon vagyok-e? Természetesen itthon vagyok délután háromkor, ő átjönne, és mindig mikor kérdezem, hogy de miért, akkor azt mondja, hogy nem mindegy az neked, majd meg tudod. És akkor általában ilyenkor még van két, két napom odáig, és rohagy meg. Na mindegy és lerakott elém egy kis, ezt a szokásos dvarvos fiolát, amit olyan nehéz szétszedni, és olyan jó színe volt, tehát olyan távolról is már kulák színű volt a dolog, és, és aztán kibontott, de nem tudtam hova rakni a dolgot, nem fizikailag, hanem úgy, úgy a térben, időben és egyébként. É kurva jól néz ki, és ö, aztán megnéztem az alját, amit most nem tudok pontosan olvasni, mert kint hagytam a kulák modon, ö, de az van rajta talán, hogy ABL és... ABL nem, és bocsánat, podcast Dwarf, RT RTA Gold, podcast és ABL edition, ö, köszönjük a fáradozásotokat talán, vagy köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük és akkor ott van, hogy egy per, Akármi, kettő négy. per, három per, és akkor ezek szerint az enyém lett az egy, a mújó, tied a három, hármas. Három, akkor tied a négy, és kitalálhatjátok. Remélem, a kis négy szemű nem hallgatja, de a halál csillagra postázzák a másikat, úgyhogy így nem is, tehát megdöbbentem, ledöbbentem, szólni nem tudtam, elérzékenyültem, hogy egy alapból kurva jó kazán, rákerült a kulák modon egy über kurva jó arany kazán, arany kazán, ó, nagyon menő, és az ízeket is jobban adja. <laughs> Igen, ez olyan, a... ó, olyan, olyan, ó arany az íze. Olyan kulákos ó a málna. Arany. Mert természetesen málnak. Ja nem, bocsánat, nem, hanem Royal Berry mentol, ami megfelelő arany színben pompázik, úgyhogy ú, nagyon, nagyon faszak. Nagyon faszak. Mi köszönjük szépen. Hát nagyon szépen Innen köszönjük tényleg, én Ismer nem ismeretlenül is, mert én nem 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 tudjátok az egész sztorinak az előzményét. De hogy a Billion Lives premieren a kolléganőm volt, az aki konkrétan így belefejelt a, a nem, majdnem kimondtam a nevét. A bárpultba belefejelt a bárpultba, mert, mert hogy, hogy, ő neki arany módja van, és hogy ebből neki kell egy arany. törik, ha szakad, és őt nem érdekli, tankkal fog rajta átmenni, de valamit kell, hogy alakítson. És akkor mondta a gyártó, hát jó, végül is lehet, igen, ott van mellettünk a, a nem tudom én, ilyen fel felületkezelő, hát akkor majd ez, és mondta neki, te, ha Istent ismersz, tehát én ezt fogom hallgatni minden áldott nap. Valamit találjunk ki, legyen. És akkor lett. És sz szerintem ez volt az ötlet, hogy jó, akkor ha már egyszer úgy is le kell gyártani, mert azt tudjátok, hogy itt visszább kell venni ilyen iszonyú kicsiket a méretek, hát amennyit, amennyit úgy gőzölnek. Amennyit a felület elvisz, a felületképzés elvisz. Nem gőzölnek, Csárli, rosszul gondolod, nem gőzölik, ez nem gőzölés volt. Na, akkor te egyet többet tudsz. Te az meg hegedülni is tud, megállítólag még bevonatolni is. Na, mondjad akkor. De gyorsan, meg az ő... egy, egy óra. Nem emlékszem a pontos kifejezésre, de hogy ez nem gőzölés, mert hogy az nagyon könnyen lejön. Valami más köztes felület van rajta és ö, ö, be van aranyozva, tehát nem rá van gőzölve, hanem Ezt valami sokkal bevonato tartósabb. bevonatolják ezeket, Krisztián, tudom, mire gondolsz, a köznyelven fe gőzölésnek ívek, de mindegy, az a lényeg, hogy arány, arány. Ú, Nagyon ó, szép. Óvatosan kell Krisztián Tén közlekedned ténleg. ott a környéken. <laughs> Nagyon. Jaj, de csillog, Hát nézem meg szétesvére mi az. Te most már az a gáz, hogy ez alá egy készüléket is kell valahonnan szedni, érted? Hát egy ilyen meteorit, meteorit mehamodott. A minimum legalább, minimum legalább 10 milliárd évesnek kell, hogy legyen. Én az fmb t raktam alá egyébként. Én a magam részéről a használt sírkövön gondolkozom még egyébként. De valami híresség is De valami híresség is. Arányozott. Fekete márvány arányozott. itt az már ideje, már, hogy... Az itt az ideje hogy megint lesz. Párizsba menjünk, és meglátogassuk Jim Morrison vagy Edith Piaf. <gül> <gül> Na, pörögjünk, gyerekek, pörögjünk. Na, akkor megyek visszafele az idővonalon, hogy mi történt velem, ami még mindig, mindenkiben frissen él, a hatalmas dráma, ami két-három hete itt ment, hogy ö, valahol megállt a csomag, ami idő garantált öt napos, Tegnap este kapta meg, vagy tegnap délben kapta meg Éron, és egyből üzent, hogy most írt a Jenny, hogy csomagot kapott, pár óra, megyek haza, bontom ki, alig várom. Hú! Ö, úgyhogy Magyarország, New York, ö, 14 nap, New York, Milwaukee, fél nap. Ennyi. Hát figyelj, marha egyszerű a, a képlet egyébként. Amerikában nem kell utalványt kézbesíteni. Ezt azért lássuk meg óriási <laughs> ottani futár cégeknek. Néztétek a videót egyébként? Igen, igen. Az a fő bajom egyébként, már sok Megnéztem volt az egyébként, hogy, hogy az én idővonalamra töltötte fel ő, ami nem publikus, már mint hogy én nem is tudom beállítani, úgyhogy itt itt Krisztián még délelőtt varázsolt, föltöltötte. nem jó Krisztián, az meg nincs hangja, az nem létezik. Tényleg nincs hangja, a kurva eget, lehúzom még egyszer. Öt vagy hat programot használt föl, ahhoz, hogy ez a öt percnyi videó fölkerüljön a párásítóba, a csoportba. De mit, mit olvastatok le az arcáról? Én arra vagyok kíváncsi. Szerintem ilyen? meg volt, tehát ilyen meghatódott öröm. Tehát én ezt láttam. Meg meglepődés is, igen, igen. A és megfigyeltétek a mint ami nálunk volt, mikor gyerek voltam. Vedd föl kisfiam azt a pulóvert, nem érdekel, hogy szúr, a nagymamától kaptad, most hozzámegyünk vendégségbe, lássa, hogy hordod. Ez volt most nála is. Tehát ez a de megmutatom, gyerekek, itt van ez a sál, Magyarországról kaptam ezt is, igen, mikor a dobozt kibontja, ott azért látszott a gyerek az arcán, már hogy a piros dobozt, azt néztétek? Ja, ja, ja. Fölvágja, és akkor, hú, nem nyílik még, és akkor még alá nyúl? Ja, uh, ez, mi, mi a szar? És még benne van egy izébe, és meg, tudod, és akkor a vég, végén lett, lett volna benne egy ilyen kettőször egy centiméteres Uh, Fotoalbum amit <laughs> egy nagyítóval lehet lapozni. Olyan, tehát mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy a, a közvetlen a csomagoló anyag alá ne a, a, VIP paszt. Mit csinált? Megfogta a csomagolót, és így még láttam is, Egyben hogy gyűrtem. ott, ott lóg a VIP <laughs> paszt, és így sutty! <laughs> Azt ráírtam gyorsan, hogy ó, 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 ott más is van de hát a pólót is elmagyarázta az embereknek, nagyon tetszett neki. Még téged is kiemelt Krisztián, hogy ó, itt van a képviselő úr, ez nem te voltál, és akkor itt van Krisztián is, ó, jaj, nagyon epik, nagyon epik. Úgyhogy Jimmy is írt, alig várja, alig várja, hogy ő is kezébe vehesse, megnézegethesse. Tetszett nekik basszus. Sikerült szerintem egy ilyen utórezgéses meglepetést Hát Magyarország. És hogy mondta, hogy ez itt a parlament, az ott a izé. Az még... premier, minden. Igen, igen, igen. Ja, igen, hát persze, a képviselőnél mondta, hogy a, a magyar parlamentből a képviselő úr. Ja, úgyhogy, és pont kinyitotta a közepét a legnagyobb oldalt, azt olyan közelült hozzá, hogy nem vette észre, de azt láttam, hogy Jennynek mutatta, hogy gyere csak ide, gyere csak ide, mutatja neki. Ú, nagyon-nagyon volt. <laughs> <laughs> A póló is leesett neki egyből. Angry Vapor. hadd szóljon. Úgyhogy, na. Jó, majd azt legközelebb egy ilyen uh, magyarországi turnén de egy ilyen igazi füstös kocsmában, miközben pilvax likvidde locsolgatjátok a, a fejét, el kell neki magyarázni Rózsa Sándor történetét. Hát elküldöm és... neki, tudod ezt a Rózsvanos képet, hogy ami, <t> <t> amikor a csárdában komolyra fordult a helyzet. <t> azon kész, azon kész voltam. <t> Szerzek valahonnan a Sándorfalvi a előadásában a Rúzsa Sándor balladáját, és elküldjük neki CD-t. Igen, valaki már reklamálta, hogy nincsen felirat, de hát az vesse ránk az első követ, aki ennyit nem ért meg, mert még hang nélkül is érthető volt szerintem, az arcáról lehetett olvasni. Nekem azt írta, hogy nagybetűvel írta, hát az epiket mindig nagybetűvel írta természetesen, de folyamatosan azt írta, hogy egészen biztos, hogy jövünk még. Úgyhogy remélem, hogy ez nem az a jó neveltség, mint a Sálnál, hogy fölvette azért, mert tudta, hogy nekünk, nekünk csinál videót. De hát épp azt valaki kérdezte, hogy mástól kapott ilyet, de hát én nem tudok róla, Krisztián. Nem, nem tudok róla én se. Ez, ez megint a te agyad szüleménye ja, volt a, az ötlet, úgyhogy. Te... Szerintem ú ú úgy ledózeroltad őket az egész szervezéssel, meg a körülményekkel, meg ezzel a, a, az utólagos extra figyelmességgel, hogy köpni nem tudnak igazából. Hát én abban reménykedtem, mert, mert akkor erősödik bennük a, az életérzés, hogy jönni kell Ausztriába, jönni fognak, úgy tudom, legalábbis azt olvastam, Les hát lesz, én meg, lesz én, valami osztrák. Igen, meg kell igen, tanulnunk síelni, mert mondta, hogy mondta a Jenny az ottani rendező csajnak, hogy ú, mindenképp menjünk el síelni. És akkor mi így a fekete pályáról így bevágunk eléjük. Szevasztok! Itt vagyunk! <coughs> itt van a monarhia. Itt van a monarhia keleti fele. Az mekkora uh, gáz lenne, érted, hogy ott van Ausztriában, és akkor mondja, hogy Bocs, mi most elmegyünk sielni. Ó, és melyik hegyünkre? Mm -mm, kékes tető. <laughs> Megyünk a Mátrába? <laughs> ja. Na de ha már, ha már itt tartunk a, a, a retrospektív <laughs> jegyében, akkor ugye az egész, az, a, az, az ezt megelőző öt hónapról szólt, úgyhogy... Úgyhogy amellett nem tudunk elmenni, vagy én nem tudok elmenni szó nélkül, mert tényleg az életemből fél évet ez, ez elvitt, és, és meg is volt. Tehát amit most is mondod, hogy igen, azt mondják sokan, hogy ez az egyik legszebb filmszínház. Nekem az a véleménye, mármint hogy ő mondta, hogy neki az a véleménye, hogy a legszebb filmszínház. Tehát nagyon le volt nyűgözve a helytől, az atmoszférától. És hogy mondta is, hogy neki így ez nyomtatva a polcon, ez egy, ez, egy, ez egy örök emlék marad az egész eseményről. Tehát most, hogy mondta is, hogy áll nem akarom hosszan elnyújtani itt a videót, majd átlapozom bővebben, de, de de beugrottak a pillanatok, és én direkt vártam, hogy lássak egy olyan képet, ahol lila a háttér, mert az az after party volt, és ott igen, ott láttam, hogy megindult a szája sarka, hogy óhó, oh -oh, voltak ott csuda dolgok. Úgyhogy igen, hát elvitt az életünkből egy, egy, egy masszív fél évet, Ausztriától számítva, de de tényleg szerintem mindenféleképpen megérte, már csak milyen emberekkel barátkoztunk össze, meg egyébként, hogy sikerült elhoznunk úgy, hogy, hogy Ausztria a nyomunkban lehet csak maximum. Igen, igen, igen. Stefán is kérdezte. Ez hogy csináltátok? Hónapok óta küzdök. Hát figyelj, nekünk nem van elég egy csárling. Nekünk van ki. egy csárling ja, ennyi. Azt, hiszem, azt mondom egy. Hát én nem tudom, Stefán, írtunk egy levelet, hogy... Éro, hello, figyelj, ízé, és akkor erre ugye elindult minden magától. Na, attól kaparta volna a hallat a Stefán. Nem, 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 nem is azt kellett volna mondani, inkább, hogy én nem tudom, figyelj, így zaklatott minket hónapokig, hogy hadd meg. Igen, igen, igen. És... Na, be, a, a kompa, t -t -t. hogy, hogy azt akar enni. Hát gyere. Az, gyere, é, bal, elviszünk egy késdobálóba, na. Hát ezen nem újjék. Szegény Stefi. Azt írta egyébként nekünk, ú, uh, ki is volt az? Hol a videó? Igen, Timár László írta, hogy minden tiszteletem a hatalmas erőfeszítésért, hogy ezt véghez vittétek, óriási emberi gesztus volt ez számára a részletekről. Le a kalappal köszönjük, amit értünk, nem utolsó sorban magatokért is tesztek. Mi is köszönjük szépen Tímár laci a... Köszönjük a kommentet és egyébként mindig van, mindig van a beszélgetés szában egy ember, aki úgy írja le a charlie hogy charlie Ez most is előjött. Cs charlie Davidson. Charlie. Ez valami kínai. Vagy ne, román. Charlie. Na. authentic Charlie Davidson. Igen, azt hiszem a román pénzt is rólad nevezték el, nem? Csak már a csár lemaradt az elé, a lej maradt. Csak. Igen, igen, <tos> szlenge. <tos> Na és nektek, nektek mi volt a, az élményetek ebben az évben? Krisztián? Én mondjam. Te mondjad. Hú, Hát nekem rengeteg új élménnyel gazdagodott ez az év, vagy én gazdagodtam rengeteg új élménnyel, ugye? sose volt még alkotmányjogi panaszom, sose volt még perem, sose vettem részt tudományos kutatásban, mint kísérleti nyúl, és... és sosem és volt még rajta még... smoking. Sosem volt még rajtam smoking, sosem birtokoltam saját csokornyakkendőt, tehát ez ilyen, Ját, ilyen ez ma masszívan komfortzónából kilépős érdekes év volt ez a ez az idei, de ahogy az előző éveket is nézzük, így egyre emelkedik a léc, amit meg kell ugrani évről évre, hát nem, nem apróztuk el, és a többes szám egy részeként én sem apróztam el ezt az évet. Úgyhogy hát ilyen komfortzónából kilépős, ö, 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 küzdelmes, ö, érdekes év volt. Charlie, elte... Charlie, de charlie is mondhatom, Krisztán el fog tenni még hat év, és remélem egyszer azt mondod, és sose voltam még köztársasági elnök. É, ezt akartam mondani, hogy csak kisebb léptéke, és sose voltam még parlamenti képviselő. Sose voltam még asztronauta. Van egy jegyem a marsra. Sose Sosem alapítottam még mars kolóniát. Igen, csak az a baj azzal a jegyel, hogy az nem retúr. Valakinek, valakinek ott is küzdenie kell az e Képzeld Képzelem, mikor előbb utol takarodják kifele e-cigizni, meg. Nekem te itt <laughs> nem füstölötte le a kolóniát. De hát hmm. ez, ez nem füst, ez. Nekem nem magyarázd meg, baszd meg. Az füst. <laughs> takarodj ki busz megálló. <laughs> a, nem... a rakéta megállóba tehát ez is az a tanulmány, kus, nem érjük el az űrinternetet, csak ez a kis dokumentum van itt PDF-ben a WHO-tól. Itt van feketén fejéren, hogy mi ez? Várjál, mi az Proxi. új neve? Paker. Hogy van? Uh, Smoking proxy electronic inhalation system. Azaz? Azaz? Az Azaz, kicsit magyaros, németesítünk, Spice. Az orosz. Én megmondtam. Spice. Én megmondta. A WHO már a spice van. <coughs> Abszolút. Nem csalás, nem ámítás, a legújabb dokumentumok szerint, ugyanis a napokban napvilágot látott az a négy összefoglaló jelentés, amire a WHO az idei botrányosan szar elcigaretta jelentését alapozta, és ebből kettő már súlykolja a köztudatba a speis elnevezést az elektromos cigaretta helyében, hát igen, igen, valószínűleg hatalmas sikert fog aratni, és nagyon messzire elterjed. Na, még mindig jobb, mint hogyha péniszre jött volna ki. Igen, igen. Personál elektrik... elektronik <szerű> uh... nikotin, nikotin szisztek. <szerű> Ennyi. Hallod? Földobhatnánk a csajoknak a kommando. neked is legyen péniszed. <laughs> neked meg <mekkora> a pénisz. <laughs> Jaj, Istenem. Szerintem uh, költsünk valamit a vaginára. <laughs> Jó Istenem. Nem, ez most a neked mekkora péniszedről beugrott a mai agyfasz, amit majd a holnapi JTR-be ki fogunk beszélni. Ez a nagyon jól sikerült á, e Elif izé, pikó meg, megcsinálták duálba. Tehát hiányzott, mint egy falat kenyér. 200 watt duál pikó basszátok meg olyan, mint egy burgonya, amit a, a három éves lányod baz meg megpucol. Van így három ilyen éle, az kész. Hát mondom, hogy, hogy miért kell ez gyerekek? Kötelez rá valaki, vagy mi van? Hát csodálatos. Na mindegy, a burgonya. Ez meg csak egy burgonya itt a poszt végén. <síl> Krisztián, ja, egyet, hagytunk. Volt ne, egyet Na. hagytunk még ki Krisztiánnal. Na mit? Krisztián, fogorvos. Fogorvos szága. És igen, a fogorvos szaga, a fogorvos szaga. Úgyhogy ez volt idén, és még idén volt, azt enne felejtsük, hogy az idén volt egy jó hangulatú századik podcastalink, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. Bizony, Bizony. és, És azt se felejtsük el, Charlie, hogy se a sején nem voltunk még az országgyűlés szakértői páholyában. Atya úr Isten, hát itt alacsonyan röpködnek ezek a, ezek, a, ezek a historikus emlékek. Nem volt még, nem hogy idén, nem volt még az országgyűlés szakértői páholyában két ilyen jóképű lovag, aki kirakta az elektronikus cigarettáját a pultra, és csinált egy közös Én képet a házzal. Én fogalmaztam volna, hogy aki ért az elektromos cigaretták témájához, de, de így is jó, volt, te mondtad. Jaj, megakadt. Voltak még challenge is egyébként idén. Mert jó, de azt nem tudja senki, de elmondhatom az idei utolsó karácsonyi adásban, hogy nekem, nekem ez egyfajta küldetésem, hogy totálisan jó hangminőséget közvetítsünk az emberek felé, és ez nem mindig sikerül. Sajnos. Nekem köszönhetően. Sajnos Krisztiánnak a podcast memóriája a Guppi Haléhoz hasonlatos, tehát minden héten valamelyiküknek el kell mondani, hogy belehallatszott a mikrofon a, fejhallgatóba, vagy valakinek valami technikai gondja volt, de nem olyan Nem, nem, az fordítva van, Charlie, tehát a fejhallgató a mikrofonba. Mert azért a kettő nem ugyanaz. Mit mondtam? <h Shine> mit <examined> <h> mondtam? Hogy a belehallatszott a mikrofon a fejhallgatóba. De, de tudják, ezek miről van szó. Ö... De nem adjuk föl, nem adjuk föl, úgyhogy ö, határa csillagos ég, és azon is túl a kollégáim is megjegyzik, hogy ö, belehallgatgatnak az adásunkba, és ö, rajzolni lehetne a különbséget a, az első 10-20-30 és a mostani minőségek között. Köszönjük. És köszönjük a támogatóinknak is, mert überdurván besegítenek nekünk. Minden egyes héten eszembe jutnak, amikor... Vágom az adást azzal az általuk megpatronált Adobe Audition CC-vel, amit nem mertem még frissíteni a 2017-es verzióra. Köszönöm szépen Köszönöm nekik, szépen. én is. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Bizony, hogy köszönjük, mert ez valószínűleg a saját büdzsénkből soha nem lett volna meg, és Isten bizony csak erre használjuk. Tehát... Hát még az be kell, hogy valljuk, hogy ebből fogunk Krisztiánnak venni egy asztaltól függetlenítő mikrofonálványt is. De ez tök független ez a mikrofonálványom az asztaltól, most például a földön van. Hát ezt nem hiszem el. Nem elképzelem, hogy Krisztián tudod, mint a csajok a szexi magazinokban, így a hasán, a lába fölhúzva, keresztbe rakva, így a, az, a könyököl a földön, a két keze összerakva a csuklójánál, és így belehelyezi az állát, és úgy beszél hozzánk, és közben réved a távolba. Vagy esetleg mondja, hát, fi, hogy itt a telefonomért csináljak egy szelfit. Ö, ne. <síns> <síns> <Inkább> <síns> Nem annyira ne. sikerült el trafálnod a hangulatot. <síns> konkrétan hanyat fekszem a derékszögben a nyakam, ami az adás végére nagyon el fog fáradni, a derékszögben a kanapénak támaszva, a jobb vállam fölött itt a mikrofon a földön, és egy ilyen nagy piros gumi labdán nyugtatom a lábszáramat fönn a levegőben, és fekszem hanyat. Már csak nem sok van hátra a 150-ig, úgyhogy nagyon fasza lesz szerintem az a találkozó is. Ki fogjuk találni, hogy mi legyen, hogy legyen. Viszont addig még itt lesznek körök. Viszont van Krisztián, aki bár műszaki ember, de ebben sem volt tegnap a helyzet magaslatán, de mi megbocsátjuk neki, hogy befogta a mikrofont az utolsó egy percben, és a <kül> glicerines lehelletével a kamerát tisztelte meg. Rászoktatok és leszoktatok egy héten belül, Krisztián. Mesélj! De, de, most még Fifika jönne a retrospektívével, mielőtt aktualitásokra megyünk. Vagy ez még az én retrospektívem? Vagy hát szerintem a, már csak azért is az, mert, mert ez egész évben húzódott ez az egész nyúlós gumimaszlag. Story, igen. és, és ö, a múltkori Ö, nem is belelkesedésem, a fölidegesedett live miatt sikerült talán összeszedni azt a pár embert, aki, aki jelentkezett, és te voltál az egyik, az egyik a podcaster híró. <coughs> Mire vagytok kíváncsiak? Hát most már letelt az egy hét, most már egy nappal túl vagyunk az egész szörnyűségen. Hát mesélj a tapasztalataidról, mert én már előre félek, hogy én nem tudok például elszívni napi annyi szálat, vagy émelyegni fogok, vagy hány ingerem lesz, vagy, vagy én egyébként elmond... Az biztos lesz, biztos lesz, azt most elmondhatom, tuti. Tehát ezzel, ezzel számolni kell. Egy apró spoilert akarok csak megejteni, én úgy próbálom az egészet megörökíteni majd, most már felnőtt ember vagyok, elvileg, pár éve, tizede, hogy majd ami mindig megfogja a gyerekeket, hogy micsoda menőség cigarettázni. Na, hát most nekem már van hozzá talán megfelelő mennyiségű ö, ö, neuron az agyban, hogy majd, ö, minthogyha most szoknék rá a cigarettára, és akkor átmegyek a stációkon, ez a szarize van, büdös a szám, hány ingerem van, émeigek, és aztán, hogy hogy jutok el a hét utolsó napjára oda, hogy, hogy ö, nem kívánom, vagy kívánom, és csak úgy hozzányúlok de hogy neked hogy zajlott le benned? Hát ez nagyon érdekes volt. Én írtam egy összefoglaló írásról, csak aztán gondoltam, majd egy időben az adással tegyük ki, hogy ne szaladjak elébe a dolgoknak. Iszonyúan érdekes volt. Ott sántít egyébként az elképzelése, tényleg olyan, az abszolút teritolára, tényleg olyan, mint amikor szűztüdővel kamaszként az ember neki áll dohányozni pont olyan, azzal a nagyon fontos különbséggel, hogy annak idején ó, első szál, nagy nehezen elszívsz mondjuk két szálat, és akkor másnap délutánig semmi, és akkor így szépen lassan kezdődik maga az út a dohányzás felé, és itt nem ez van, mert itt ugye egyből emberes adagot kell szívni, és az, ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva különbség. Nem a saját tempódban kezded el, hanem, hanem egy diktált tempóban kell elkezdeni a, a, a dolgot, és és ha te választod úgy, hogy tudsz gyengébbet választani, ö, olyan cigarettát szívsz az alatt az egy hét alatt, ami a legjobban elviselhető a számodra. Én egy barna szofival toltam, és ez így egy hét után azért eléggé, eléggé mély víznek bizonyult. Nagyon durva volt a hét, napról napra így, ahogy gazdagodtak az élményeim, azt leírtam, hogy hogyan, hogyan jött a fejfájás, hogyan kezdett elérzékenetlenedni menet közben a szám, az irgalmatlan borgyan kezdett átalakulni az érzete, az érzékelése, hogyan kezdett átalakulni napokkal, egy már-már elviselhető, majd aztán nem is annyira gázos valamivé, Érdekes volt nagyon nagyon érdekes volt nagyon nehéz volt nagyon meg kellett küzdeni pláne az első három négy napban az a borzalmas felfelmes ízzel nagyon meg kellett küzdeni hogy ki kell menni a következő adagért mert nem lesz meg a napi fejadag ami szükséges. Így egy elteltével tudom mondani azt, hogy ki lehet bírni. Menet közben nem voltam biztos benne. Így a, a, a négy fő csapatunk ugye Miklós, Endre és Levente meg, meg jó magam, így azért ilyen kis szupportgrópot csináltunk Facebookon, és így osztottuk meg egymással az élményeinket, meg tartottuk a lelket egymásba. Egymásban, ha az nincs, tényleg, egy, rengetegszer éreztem úgy az első néhány napban, hogy én ezt nem fogom tudni végigcsinálni, ez nincs az az Isten. És pláne amikor meg az első leleteket fölveszik rólad, és megkapod, hogy full rendben van a tüdőd, baromi régóta nem dohányzol, minden rendben van oda és, és és, ez a tudat, meg az a rengeteg info, amit menet közben kénytelen, kelletlen utána olvastunk, és hogy ez, ez, most mind veled történik, érzed, ahogy, ahogy telíti a szervezetedet a, 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 a méreg, ahogy, ahogy, kezdenek visszatérni azok a régen tök hétköznapi megszokott feelingek, hogy reggel, mintha szűk lenne a tüdőd, és, és az első cigi után kezd méretre tágulni. A, a torok köszörülések, random köhögések, ezek mind-mind-mind-mind kezdenek visszajönni, és és a legsúlyosabb tanulsága az egész hétnek igazából az, hogy ezt talán mondtam már a múlt héten is, de ez így, ez így mostanra abszolút kikristályosodott, hogy fogalmam nem volt róla az elmúlt öt és fél évben, hogy milyen is volt dohányozni valójában ahogy úgy álltam át az e -cigarettára, hogy, hogy, már megszoktam a dohányzást, és az életem része volt, én arra emlékeztem az elmúlt években, hogy olyan volt dohányozni. És nem, az igazi pipettája, a lakmusza ennek az egész történetnek az az, amikor szűztüdővel, szűszájjal találkozol ezzel a, ezzel a borzalommal, Hú, nagyon-nagyon durva. De mondom, tényleg részletesen leírtam mindent, úgyhogy majd, majd meg is olvashatjátok, ahogy teltek, múltak a napok, és jöttek ezek a, 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 a feelingek a visszaállni egy, egy mozdulat volt, tehát a hatalmas fellélegzés, hogy vége, többet, egyetlen egy szállat sem kell elszívni, lezárult ez az egész történet, visszatéretek a jó kis elektromos szigarettámhoz, önmérgezés, stop, álljon vissza a régi kerékvágásba minden, ezzel abszolút nem volt probléma. Ma, ma délután volt egy kicsit érdekesebb a, a, a dolog, ilyen izgágábbnak, ingerlékenyebbnek kezdtem el érezni magam a, a szokásoshoz képest, és, és nem értettem, hogy mi van, és aztán leesett, hogy hogy basszus lehet, hogy az a, a, hatalmas szakadék a, az előző hét nap, meg a kis 6 mg per milliliteres megszokott holmim között, hogy ez azért egy kicsit odaver, meg ugye tudjuk azt is, hogy nem maga a nikotin az, ami a, a, a nagyon durva függőséget okozza a dohányzásban, hanem az összes adalékanyaggal, meg a dohány füst egyéb összetövőivel összekeveredő nikotin az, ami igazándiból ezt a nagyon-nagyon-nagyon durva függést kialakítja. És hogy tényleg, egy kicsit olyan volt, mint amikor annak idején egy évre abbahagytam a dohányzást annak az első két hetében, hogy ilyen ilyen nyughatatlan vagy, és, és, és baromi ingerlékeny. Most ez mostanra alább hagyott, tehát egy pár óra alatt ez így, ez így elcsitult. -el 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 és akkor így elkezdtem számolgatni, hogy végül is egy hétig szívtam 15 -08 nikotinos barna szofit, az... Mennyi is az, kiszámoltam, 12 mg, naponta 12 mg nikotin, amit bevittem így a szervezetembe, ehhez képest a 06-osommal egy 10-15 ml, tehát napi 60-90 mg nikotint elpippantok ECG-vel. és elvileg, igen. ugye, elvileg. Hát az az, ami nyilván, elfogy. De nyilván az, az nem rakódik. Amit már sokszor hát... beszéltünk adásban, hogy senki nem tudta még azt leírni, körülírni, elmagyarázni, hogy az, amit te elpárologtatsz, az mind maradék nélkül lecsúszik a, a tüdődbe, és behez vagy ott marad, behez. vagy följön valamennyi, tehát igen, de értjük, értjük a, 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 amire ki akartál lyukadnia. De úgy így, így, hogy nagyságrendekkel több nikotint forgatok meg így, és, és, és igazából labdába se rúg a mellett, a, a, a valami mellett, amit most így egy héten keresztül toltam be a szervezetembe. Úgyhogy ma volt egy ilyen kis dödcenő, azt el tudom róla mondani, hogy dohányozni nem bájtam, tehát abszolút semmiféle ingerem nem volt, hogy menjek ki és, és gyújtsak rá. Mert azt mindig azt mondjuk, hogy, hogy mert hogy ez füst, meg az, az gőz, de, de végtére is, mikor te rágyújtottál egy cigire, ugye szívtad az éget, papírt, ha egy picit túlozni akarunk, akkor azért azt tudatosítsuk másban is, meg magunkban is, hogy az, az egy picit olyan, mint mikor kigyullad a lakás, te meg keresed, hogy hol tudnál kimenni, tehát mindig kapsz egy egy pici ö, m, hogy mondják ezt nem légmérgezés, hanem füstmérgezés füstmérgezést kapsz, és azért szédülsz, azért émelyek az ember, azért van hány ingere, mert Oxigén helyett nem megy semmi bele a szervezetbe, ami az agyadat ö, ellátná oxigénnel. És ezért... Hát meg ugye a másik nagy fenesége az égésből származó szénmonoxid, ami ugye teljes egészében hiányzik az e-cigarettából, és a szénmonoxidnak jó tulajdonsága az, hogy sokkal gyorsabban és erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén, ezért elfoglalja az oxigén helyét. Úgyhogy hiába veszed a levegőt, már kötöttek a, az oxigén szempontjából a hemoglobinjaid egy részei, és kevesebb oxigént tudsz fölvenni, és ezt a héten is nagyon durván lehetett érezni egyébként, hogy látványosan érezhetően kevesebb oxigén jutott az agyamba a szervezetembe. Az úgy biztos, hogy, hogy én is azt fogom csinálni, mert én minden nap mérem a, a, a véroxigént, meg a pulzust a telefonnal, hogy ez, ez nagyon jó lesz talán, nem annyira pontos, mint valami, valami laboratóriumi műszer, de biztos, hogy látszani fog valami rajta. Tehát nem, nincs az az Isten, hogy, hogy nem utassa ki, mert ma is megnéztem, és úgy, hogy a tetőről jöttem, elektromos cigarettázás után is 99 volt a, a szaturáció. 99. Az, az klafa, az klafa. Így a, a két, az eltelt hét a, a két mérési eredménynél abszolút ki lehetett mutatni, tehát a, a két ppm-em, particle per million egységem, ami ugye ilyen nulla kettő között van a nem, dohány, nem dohányos oké, az így felugrott tízre hét egy héttel későbbre hogy uh, uh, jutott belőle rendesen, de hogy ne beszéljem el az egy órán nagy részét ezzel az egésszel, igazából iszonyat tanulságos volt nekem megismerni ezt, hogy hogy visszatérni, ahogy te is vázoltad, újra kiskamaszként megismerkedni először a dohányzással, pont az volt az élmény, és ez, ez nem azt mondom, hogy nagyon hiányzott, de így, hogy megéltem, iszonyat tanulságos volt megtapasztalni ezt, hogy hogy valójában milyen a dohányzás, amikor, amikor elkezdődik, és még nem szokott hozzá a szervezeted, és nem, nem, nem hamisítja meg az agyad az eredményeket, hogy nem is olyan rossz ezt csináltsa. Védekezik ellene a szervezet. Igen, igen, igen. Ez, hát ez... az önszuggeszió meg a hozzászokás. Neked tudták a szüleid, mikor rászoktál? A rövid időn belül megtudták. Nekem évekig nem tudták, tehát most már benne van az a faktor is, tudod, hogy nem kell dugdosni az embernek a cigit, de azért ez biztos kellemetlen lesz, ez a a mínuszban cigarettákkal. Milyen volt bemenni egy trafikba? nagyon kellemetlenül éreztem magam rettenetesen, mert a, a pégségem mellett van a, a pékség ahova járni szoktam, nincs saját pégségem mellett van egy dohánybolt. korábban helyikünk? egy ilyen vegyesbolt volt és gyakran láttam az ottani eladó hölgyet, amint kint dohányzik előtte és mindig azzal a gondolattal mentem előtte hogy na látod hozzád, én soha nem fogok betérni bármit is vásárolni és most hirtelen ott találtam magam, hogy ez a legközelebbi dohánybolt, és, és nagyon kényelmetlenül éreztem magam egyfelől, másrésztől meg nem annyira, tehát ilyen ambivalens is volt, mert hogy tudtam, hogy ezt az öt dobozt megveszem, és soha többet tényleg ilyen, ilyenre nem fog sor kerülni, úgy, hogy hát ha esetleg fölcsön a szemébe, hogy á, új vevőt még nem láttam, új, új hogy ilyen, ilyen gondolatai ne legyenek, mert én nem fogok oda visszamenni. De nem, nem, nem volt jó érzés, nem volt jó érzés. Nem volt jó érzés meghallani azt, hogy mennyibe kerül öt doboz Sofi, és 6 évvel ezelőtti árakra emlékszem, úgyhogy mi van? 1030 forint, miről beszélünk? Jézus! Eg egészen, egészen vad volt. Hú. Úgyhogy így, én örülök neki nagyon, hogy, 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 elmentem végül. tényleg az életemből nem hiányzott, meg nem egyszerű az az egy hét, de, de a nehezen is az én éjjel össze kell szorítani az embernek a fogát, ki lehet bírni, és lendítsük át a, a ez, professzornak ez, a mutatását. Most megerősítetted magadban, hogy ha esetleg eddig volt valami tévképzeted, akkor most mindet elhessegetted. Hogy már pedig ez tényleg szalag abszolút, abszolút. Nem, nem volt olyan illúzióm róla, hogy a dohányzás nem szar, meg nem gondoltam rá nosztalgiával, de tényleg egészen más, más volt a, a tompított már hozzá szokott dohányzás emlék mint amilyen valójában, mint amilyen borzalmas szörnyű valójában, és eleinte, amikor ilyen volumenben kezded el egyből szívni a cigit, ahogy érzed a szerzetet, és minden egyes porcikát tiltakozik ellene, és és, és és ahogy tényleg napról napra érzed, hogy kezd hanyatlani a, 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 az érzékelt életminőséged. Nagyon durva, eg, eg, egész elképesztően nagyon-nagyon-nagyon durva ezt így, í, így megélni tudatosan, fejjel figyelve, hogy mi az Isten történik veled menet közben. Én tényleg örülök, hogy belevágtam, és remélem, hogy a kis beszámolóinkkal itt nem veszük el senkinek a kedvét tőle, és, és bátran mentek, és, 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 és végig toljátok ti is. Érdekes, érdekes túra. Szerintem Ez úgy csináljuk, és... hogy holnap este ha, ha kirakom a, az nep 3 at akkor úgy tudja átküldöm neked, megcsinálod a videót a Youtube-ra, és akkor amikor kitesszük a a sónócot, akkor előtte kiélesíted a a azt már be tudjuk akkor rakni a, a show is. Ó, még egy napot várjak azzal a gyöngy szemmel. Nem Mondjad? úgy volt, hogy ma este él, még egy napot várjak ezzel a gyöngy szemmel. Hát, de könyörgöm, hát ma este fogom összevágni. De ja, hát azt, van, az holnap van. kerül ki, mert... Itt Jó, tudom is én. semmi gond, Charlie, tehát most egy nap ide vagy oda, az mindegy. Kikívánkozott belőlem úgyhogy hogy megírtam, de még kibír egy napot. Na és veled, Fifika? Ez az utolsó egy év. Hú, hát szerintem hát mindig azt gondoljuk, hogy ennél szarabb már nem lesz. De. De, de hát mi, hát nyilván nem, azt aki... Azt mondtam, hogy de. Hát de. <laughs> hát de. Nyilván aki nap mint nap ebbe a, a sztoriba él, dolgozik, annak, annak egy picit más az affinitása az egész magyarországi helyzethez, és ugye ráadásul én felül is ülök a lovon, mint egyesületi elnök és mint külhoni gyártó, és... A tavaly, tavaly ilyenkor azt mondtam, hogy hú, hát remélem jövőre jobb lesz. Hát nem lett jobb, egyre-egyre rosszabb lett. Ugye jött a trafik történet, ami ami egyrészt kicsit érdekes is volt, hogy a, a trafikok hogyan fognak ebbe a dologba beleállni, satöbbi, stb. hogy a kereskedők majd ki fog megmaradni, ki merre próbál meg, meg orientálódni, és nekem ami iszonyúan érdekes volt, az az, ahogyan a, a, a az emberekre reagálták ezt az egész történetet, és ahogyan ahogyan Folyamatosan szakadunk, nem tudom, nincs rá jobb szót, nem tudom ti ezt, hogy látjátok egyébként, hogy a, a közösségek is elkezdtek így szétszakadozni. Ugye a Facebook csoportok, a, a, az, a, a fórum, a, és mindig volt valami konfliktus, és mindig mindenki mindenbe bele tudott kötni, és egyszer csak jött egy ember szakála volt Kender, és azt mondta, hogy fú, de hülyék vagytok, és hogy ez mekkora fasság, mikor nem tudom mi, hónapokat dolgozunk valamivel. Szóval ezek a folyamatos féltrólkodások, tudatlan beszólások, és amikor bejött a trafikrendszer, másnap elkezdtek zuhogni a levelek az egyesülethez, a céghez. Ha most mi lesz? Ha most hogy lesz? Hát, hát ezt senki nem mondta. Hát, azok erről beszélünk két éve, és ha figyelitek mindig, amikor egy fordulóponthoz ér az a magyarországi e története, bekövetkezik az, amit folyamatosan mondunk, 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 akkor van egy halom, csodálkozó ember, aki nem tudom, hogy eddig hol volt. Tehát, hogy, hogy akkor tud megtalálni minket, mint információs csatornát, amikor már bekövetkezett a, az, amiről előtte két évig nyomtuk a sódert, szóval nekem iszonyú érdekes volt figyelni ezeket a közösségeket, és, és hát voltak ennek az évnek jó sztorijai is, mert a tavalyi tüntetés után, és ahogy be elkezdett tudatosodni, hogy de itt változások lesznek, tehát itt nem az lesz, hogy majd, majd a jövő héten, majd három hónap múlva, hanem hogy most már itt van, és most már itt nem lehet, és be kell zárni a boltokat, és stb. 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 Hogy mintha elkezdett volna egy picit közösségi szinten az összetartás erősödni. Tehát így kihullott a selejt, aki, aki nem odavaló volt, és ezt ne értsétek félre, tehát nem, nem azt mondom, hogy, hogy, olyan emberek, akik, akik nem a maguk módján nem értékesek, hanem azok az emberek, akik esetleg addig választóvízként álltak a közösség központjában, azok eltűntek, és, és egyszer csak azt lehetett látni, hogy, hogy a Facebook adminok, a, a különböző csoportok vezetői, a, mindenki elkezdett egy irányba ö, működni, dolgozni, és azt remélem, vagy gondolom, hogy ebben ö, nekünk háromunknak is ö, szerepe volt, <kül> és ö, innen is nem győzzük hangsúlyozni egyébként, hogy a, az adminoknak manapság mekkora ö, ö, felelőssége van. Ezekben a dolgokban, de hogy én azt látom, és ennek örülök, azért annak ellenére, hogy a törvényhozás folyamatosan próbálja a kedvünket szegni, annak örülök, hogy a közösség úgy látom, hogy kezd össze kovácsolódni és egy irányba tekinteni, és ez nyilvánvalóan a jövőnket fogja meghatározni és szolgálni. Úgyhogy. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy igen. Törvényhozási szempontból meg egy katasztrófa ez az év, bár próbáltunk ezen lazítani, ezen a katasztrófán, hát volt, amit sikerült, volt, amit nem. Tehát január 1-től jövedéki lesz a likvid, ezt gondolom tudja már most mindenki. És január 1-től hihetetlen módon be fognak szűkülni a, a magyarországi beszerzési források és lehetőségek. És hát mindenkit arra a lóra fognak nem amit a kormány vizionált ECG ügybe. De hát folyamatosan próbálunk ezen változtatni, vagy jó irányba terelni a, a törvénykezést, illetve a rendeleteket, amik még majd ezután kijönnek. És hát erre a piacra gyerekek. Tehát nem, hogy üzleti tervet nem lehet csinálni, hanem hanem hogy azt nem tudod, hogy holnap milyen uh, marhaság jön ki a következő közlénybe. Úgyhogy uh, ennyi, és az fogott meg még, uh, annyit akarok még mondani, hogy az fogott meg, amit Krisztián mondott, hogy igen, uh, én én is azt gondolom, hogy ebben az évben uh, uh, léptem túl a, a határaimat, és és uh, Csináltam olyan dolgokat, amikre azt gondoltam, hogy nem vagyok képes, vagy, vagy soha meg nem fordult volna a fejembe. De hát az embert rákényszerítik a körülmények, és képes átlépni a saját határait. Úgyhogy ennyi. Eszembe jutott még egy pár beszúrandó téma. Az egyik, hogy Képzeljétek, meglett, hogy miért, miért nem kapom meg két hete a fotókönyvet, amit a szávai képviselő úrnak szánunk. Valamit elcseszett a ceve, és a, ők azt írták, hogy a következő napon kiszállítja a Fox Post ahhoz a terminálhoz, amit én beixeltem. Ez most már 16. napja nem sikerült, úgyhogy ilyen közös levél, ide hívok telefon, oda hívok telefon, tőlünk elment, hozzánk nem érkezett meg, az anyátok picsáját. Kiderült, hogy a CEVE valami rossz formátumban adott meg egy kódot, egyébként a Fox postnál ott volt, így lerakva pár ilyen csomag, amit elbasztak, és a kis csaj kibattyogott, odahozta, ez az, igen, ez az. Jó, akkor ezt holnap kiszállítják, úgyhogy elvileg holnap megérkezik. Kopogtam le. Ö, oda, ahova kell, de mivel holnap meg e, ö, JTR, úgyhogy majd valamikor este bemegyek érte, és akkor egyeztetek a képviselő úrral, hogy mikor tudjuk átadni, vagy mikor tudom neki odaadni azt a valamit. Ö, aztán még lesz egy köröm a postával, hogy a sokba kerülő postaköltséget visszagomboljam valahogy, mert a, az 5 nap meg a 16 nap között azért érezhető a differencia biztos van erre valami szerződéses pontjuk. És és mi van még? A fogyasztóvédelmi panasz kell én vagyok az embered. Nagyon jó, Krisztián. Krisztián, kezd el. Hogy csak írj egy sablon, tudod, és akkor utána azt majd ö, cizelláljuk. De körülbelül ennyi. Ó, milyen, milyen ezt címet írok ide a patronnak a sónócába. Mújó megint rászokott a cigarettára. <laughs> ez milyen hülyeség ez. Igazi clickbait. Így történt? Így történt. <laughs> Nem így történt. Krisztián, még egyszer mondom, klikbét, clickbait, Ez hozza a klikkelés. Máshogy mondom, klikkesedés. Hát jó. Uh, mi volt még az én pici fejemben? Ajaj, Hát ez visszatekintés, akkor ez tényleg csak két, két mondat, hogy a, az idén volt ugye tisztújító közgyűlésünk, amit január végén természetesen megismételhetünk, <kül> mert visszadúrta a bíróság, a Krisztián kedvenc, kedvenc barátjai, és hát vagy január végén, vagy február elején úgy gondoltam, ismét a Dóci Művelődési Ház vendégszereteteit fogod élvezni. Ezt remekül, <hogy> jó, jó. <kül> Most, most azt gondolom, hogy ezt összekötjük valamilyen uh, farsangi uh, vapertalálkozóval találkozóval, és beizzítatom az udvaron a, a kemencét, és sütünk parasztlángost, azaz langallót. Úgy, uh, uh, Csak ne legyen rajta uh, szalonna. Hush. Hush. Ahova Csárnyit is szeretettel várjuk. Uh, ja, ez nem azért majd mondtam, csak így, csak így a stóld, lesz egy sarka, egy ilyen Minek szokták hívnia? Egy, lesz egy pilis. Érke. Ja, mint a pizzának a széle. Ahova, ahova nem teszünk szalonnát, majd azt a mújó megkapja. Ennyi. De ebbe még majd egyeztetünk. Fiúk. Charlie. A retrospektív adásunk lassan a végéhez ér, úgyhogy Először, de nem legelsőként, illetve csak magamhoz ragadom a szót, én szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen általunk megálmodott dologban kivette a részét, segített bennünket. Hiába mondjátok el sokszor, hogy mert, Charlie, te ezt megálmodtad, ez ennyi volt az összfeladatom, bármit is veszünk, a tüntetést, vagy a premiert, vagy akármit vagy a fotókönyv, vagy a tököm, tudja, csak megálmodtam. De ahhoz kell ám a guba. Mert az ember pénz nélkül elég tehetetlen, azt pedig temek, 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 te, akik hallgatnak bennünket, ti dobtátok össze. Pont úgy, ahogy nem tudom, láttátok-e most a, a, Giorgio, hát mondhatom, hogy barátomnak, aki csinálta nekem az Enekvádrót, ő most elkezdett gyűjteni, nektek is fölhívnám a figyelmeteket. Én már megtettem a magamét, egy olasz alapítványnak gyűjtenek egyfajta betegségnek, ami szépen lassan a neuronokat elpusztítja, de nem máshol csak az agy van meg a gerincvelőben, és ezt két szülő hozta életre, vagy keltette életre az alapítványt, mert a hat éves kisfiúk ilyen betegségben szenved. Úgyhogy Giorgio azt mondta, hogy bárki, bármennyivel, tényleg az összeg nem számít. Egy, kettő, öt, tíz, ötven, száz, amennyit tud eurót, akár Paypalon is toljon, és ha ezt megteszi, és kitölti a Google űrlapot, bekerül a neve a kalapba, és lesz majd egy sorsolás, ahol egy meha botonfeedert lehet nyerni, bárhova elpostázza, tehát Magyarországra is jó srác nagyon. Én azt meglengettem az ecg teszteken, a JTR-en, a párásítón, mindenhol, ahol lehetett. Megtettem én is a, a magamét pár euróval, úgyhogy szerintem ennyit be lehet vállalni a jó ügy érdekében. Picit nekem is visszanoznom kell valahogy, ha nem is magyar, de valahogy valakinek visszanozni kell azt a rengeteg segítést és szeretetet, amit mi is kaptunk, a mi hallgatóink, <coughs> meg a magyar ecg társadalom berkeiből, és ezt valahogy át kéne majd nekünk jövőre tudni ültetni egy, egy hasonló ö, jópofa ö, adománygyűjtésbe. Majd ezt, ezt, ezt megötleteljük, vagy kitaláljuk, hogy hogy, ö, hogy lehetne ezt ö, kivitelezni. Baromira köszönöm mindenkinek a segítségét, aki kitartott mellettünk, akik hittek bennünk, hogy amit mi kitaláltunk, annak van értelme, és, és meg lehet valósítani, és segítettek ebben. Nélkületek nem sikerült volna ezt az évet végig csinálunk, nélkületek nem lett volna ekkora durranás, még a premier sem, úgyhogy mindenkinek hálás köszönet, és meghitt Békés, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mi idénre, akkor mondhatom azt, hogy elköszönünk, és találkozunk januárban. Még mondhatok valamit, Csárnyi? Persze, mondjad. Meg, megih megihletett az, amit Fifika mondott egyfelől, és így a retrospektívből kihagytuk azt igazándiból, ugye, hogy az év közepén, kellős közepibe megkaptuk a TPD-t, sőt nem is csak a nyers TPD-t, hanem a, a magyar módra tovább gondolt, még durvább, tovább rontott TPD-t, és valószínűleg van a közegészségügy berkeibe, aki dörzsölte előre a markát, hogy ez majd jól beteszi a kaput a hülye magyar ecigiseknek, és eltűnünk a sügyesztőben végre valahára, és minden megy tovább úgy, ahogy ők azt szeretnék. És ahogy Fika is mondta, a, a, a közösség ennek ellenére, vagy talán épp ezért vé, végre irányba állt, és nem, hogy eltűntünk, de, de de még jobban tényleg én is úgy érzem, hogy még jobban összekovácsolódtunk így a, a, a nehezített körülmények között. És hát, és hát így tovább. Nem, nem fogunk eltűnni, és, és visszük tovább, és toljuk. Úgyhogy ez, ez, ez még így kikívánkozott. Én így nem is tudom, tehát így, Charlie után már azért ne, nehéz mondjuk így a közönségnek egy be, benyalatos domát mondani. Ilyen rúzs van jelleggel. Úgyhogy én most nem kifejezetten az e-cigarettásokról szeretnék szólni, hanem azokról, akik az e-cigarettásoknak lehetővé teszik, hogy ennek az egyébként hihetetlenül kármentő szenvedélynek tudjanak hódolni a feleségeknek, a családoknak. Az ismerősöknek, a rokonoknak, akik nem úgy néznek ezekre az emberekre, mint a sátán eszközét használó, a társadalom összetartását lazító és romboló nem kívánatos elemekre, hanem együtt örülnek, sírnak és, és élvezik. Ennek a dolognak az előnyeit. Nekik is köszönjük azt a figyelmet és türelmet, amit az irányunkba, mármint hogy az e-cigarettázók irányába tanúsítanak. Külön meg szeretném köszönni azoknak az egészségügyi dolgozóknak a kitüntetett figyelmét, akik hagyják éjszaka a kórtermekben az egyébként mozgásképtelen elcigarettásoknak, hogy használhassák az eszközüket, és nem rontanak a, a szikével a, a gigájuknak, hogy na most itt vége van az életednek, ha még egy slukkot mersz sunyiba szívni a, az elcigarettádból. Mindenkinek, aki szimpátiával fordul a az e és az E-cigaretta ügye felé, és külön köszönetet szeretnék mondani minden Rólnak, aki eltűnt a sűjesztőbe és nem szabdalja tovább az E-cigaretta közösség egységét. Én és én is természetesen a magam, és a podcasterek nevében is nagyon boldog ünnepet kívánok mindenkinek! Jaj, de akkor, ha már így mindenkinek köszöngetünk, akkor muszáj azért külön név szerint megemlíteni Száva István képviselő urat, aki így pont a napokban most már egy esztendeje töretlenül kitart az elektromos cigaretta és az csökkentés ügye mellett, és, 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 meghallgat minket, meghallgatja a nyűgjeinket, és, és, próbál valamelyest fordítani a a kormány kormányán, hogy valami épeszű irányba álljunk. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük tényleg azt a rengeteg munkát, amit, amit beleöl a, a mi jövőnkbe és az eljövendő generációk és, és, és a dohányzástól szenvedők emberek jövőjébe. Ennél szebb végszó nem is lehetne, fiúk, úgyhogy... Úgyhogy akkor ennyi volt 2016-ra. Majdnem azt mondom, hogy találkozunk egy év múlva, de nem. 2017 januárban találkozunk újra, feltöltődve, tele energiával, és beiglivel, és Bej... újabbnál újabb ötletekkel újabbnál újabb ötletekkel, például ö, olyan hasznos tanácsok, hogy hogy szabaduljunk meg a karácsonykor felszedett plusz kilóktól és a többi, és a többi a gyomorrontásra milyen ö, módszereink voltak, melyik jött be, melyik nem jött be úgyhogy ö, ezt majd kibeszéljük januárban addig is még egyszer mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok Csókoltatunk mindenkit, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!